Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szádi Antal, az LMP országgyűlési képviselője. Szép jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánok! Kezdjük az előválasztásokkal, utána meg majd rátérünk egy egyetemre. Nem úgy tűnik, hogy ez az előválasztás kudarcba fullad, hisz mintha le lenne kártyázva, mindenféle háttér megállapodások vannak. Jézus Mária! Tehát, hogy... A damaszkuszi út ehhez képest semmi. Én azt gondolom, hogy nézzük a történetnek a realista oldalát. Az, hogy különböző politikai közösségek megállapodásokat kötnek, az a világ legtermészetesebb dolga. És azt gondolom, hogyha tudnak megállapodásokat kötni, és nem azt látjuk, hogy konfliktus hátán... Olyan is van például a 14-ben. Emlékezzünk vissza, ezt az együttműködést évekkel ezelőtt folyamatosan azért találták meg, mert hogy a belső konfliktusok kilátszanak, és hogy úristen, ezek már most sem bírnak egymással együttműködni, mi lesz akkor, ha kormányon lesznek. Most az a probléma, hogy nincsen konfliktus, és különböző politikai nincsen megállapodások konfliktus. Köttetnek. Felmérések szerint ez, a Jobbik elnöke, bocsánat, a legbefutóbb miniszterelnök jelölt, ez nem konfliktus? Én azt gondolom, hogy a hídon akkor kell átmenni, amikor odaértünk, és azt is gondolom ugyanakkor, és azt is gondolom ugyanakkor, hogy az, hogy vannak adott esetben viták, tárgyalások, a tárgyalásoknak vannak eredményei, ez a legtermészetesebb dolog egy politikai közegben, és én ezt nem problémának, hanem egy előnyös és előremutató dolognak látom. Jó. Majd meglátjuk időnként. Kiderül a vallatásnál. Kiderül, amikor a hídhoz érünk, ha még a híd átjárható lesz, és ha mindenki tud úszni. Ezek csak ilyen privát elképzelések voltak. Az ellenzék összegyűlt. Koronavírus ide, koronavírus oda. Hatalmas tömeg indult a Hősök teréről egész a Kossuth térre. Kínai egyetem. Miért baj az, és most újra mondom, ha a világ 100 egyik legjobb egyeteméből valaki idejön, épít magának, tessék figyelni, amit kérdezek, egy egyetemet, a saját diákjait és Európa fizetőképes diákjait ide vonzza, azok itt fognak reggelizni, ebédelni, vacsorázni, a tisztítószert az épülethez itt vásárolják meg a professzorok, akik külföldiek itt fognak lakni, itt költik el a fizetésüket. Mi rossz ebbe? Hát... erre a verzióval még nem gondolt? Braille úr, csak az jutott az eszembe, hogy milyen jó, hogy ez a stúdió stabilan lett megépítve. Mert hogy nem szakadt ránk a mennyezet, az tiszta szerencse. Hadd mondjam végig. Makovec által egyetemi város ott áll üresen, eladó. Hát vegyék meg, költözzenek bele. Jöjjenek ide, hozzák a tudományokat, jöjjenek a fizetős vendégek, pár magyar fizetős vendégnek is lesz helye. Mi ebben a rossz? Mert ugye nem erről szól a történet. És azt gondolom, hogy igen, de mondja meg nekem, szerkesztő úr, hogy miért nem az MIT jön ide, miért nem az Oxford, miért nem hát a Caltech? Hát jönnek ők is. Jönnek? Ja, nem, rosszul. Nem, rosszul vezettem föl. És ne csak vegyék meg a Makovec épületeket, hanem természetesen a Magyar Akkreditációs Bizottságnak is feleljenek meg, és ezen kívül everybody welcome, virágozzék minden világ, és a világ legjobb egyetemei jöjjenek ide, föld elég van, vegyenek földet, mi majd fölépítjük nekik az ő pénzükből, és welcome in the board. Hát miért? Orvos továbbképzés, ezreket képezünk ki. Hát a helyzet az, hogy milyen újságokat olvas. Mert hogy ezek az információk nem léteznek, az biztos, csak azért, hogy én értem a viccet, csak a nézők meg nem biztos, hogy fogják érteni. De miért kell, hogy ez vicc legyen? Menjünk végig, mert a valóságot
takarja de a el. De a valóságot a valóság pedig, a valóság pedig az... lesz népszavazás. Ha a nép nem kéri ezt a kenyeret, nem kapja a kenyeret, ezt értettem. Jelen pillanatban a parlament előtt van egy törvényjavaslat a Fudán ide telepítésével kapcsolatban, és én még nem de láttam... De Varga miniszterelnök helyettes ura azt mondta, hogy ez nincs tárgyaló. Semmilyen iratot arról, hogy ezt a magyar kormány visszavonta volna. A kérdés az, hogy feltéve, de nem megengedve, hogy Gulyás miniszter úr nem hazudott, miért nem vonták vissza azt a törvényjavaslatot, ami a Fudán Egyetem ide telepítéséről szól? Nem tudom. Ez a kérdés. És ezt a kérdést kell föltenni majd a kormánynak is, és ha megérjük, és a Jóisten lehetőséget ad rá, akkor jövő hétfőn ez meg is lesz kérdezve a parlamentben. Van egy áthidaló megoldásom, én előbb találkozom miniszter úrral, hisz csütörtökön kormányinfó van, és ott ez a kérdés biztos el fog hangzani. Miért nem tetszik önnek az általam vázolt megoldás, ami nem egy álnaív megoldás? Azért, mert nem létezik. Az a verzió, amit ön itt fölvázolt, az egy nem létező történet. És mondok még valamit. De azzá lehet tenni. A Fudán Egyetemmel nekem van még egy problémám. Halljuk. Ez egy értékválasztás. És a Fudán Egyetem pedig egy transzfereszköz, ami benne van az egyetem alapító okiratában, hogy a kínai kommunista ideológiát transferálja szélese világon. És én azt gondolom, hogy Moszkvába tanultak. És azt mondtuk, emlékeim szerint a magyar miniszterelnök, hogy ruszkik haza. És én azt gondolom, hogy értékválasztás, mert hogy ennek az egyetemnek az ide telepítésével érkezni fog majd Tiananmen térnek az új értelmezése, azok a... Fizika, matematika és kémia oktatás keretében? Olvass el az alapító okiratot. Olvass el az alapító okiratot, minden tanárnak, diáknak kötelessége, hogy továbbvigye és terjessze a jelenleg uralkodó kínai kommunista ideológiát. És ez nem egy 42-es, 56-os tétel ebben ennek az egyetemnek a alapító okiratában. 2019 decemberébe írták ezt bele, és azt gondolom, hogy 500 milliárd forintért ide lehet hozni az MIT-t, az Oxfordot, a Caltech-et, de szerintem bármelyik, nem az első 100, hanem az első 10 egyetemnek. Jó, akkor lehet itt. Megállapodunk abba, képviselő úr, hogy eljutottam a csúcspontra, és megértettem, amit sugalt. Nem kell pénzért idehozni az ön által említett egyetemeket. Ezeknek az egyetemnek föl lehet ajánlani, hogy eladó épületünk, telkünk van, meg lehet vásárolni, ide lehet jönni, hozhatják a diákjait, majd mi is beszállunk tanulónak. Egy záromondatot engedjen meg. Képzeljük el azt, játsszunk el a gondolattal, ha már így kezdtük ezt a beszélgetést, hogy ezt az 500 milliárd forintot, 500 ezer millió forintot... De nincs, ez hitel lenne. Ez ebből a szempontból irreleváns. Hogyha ezt odadnák a 4 legnagyobb magyar egyetemnek, elképzelhetőnek tartja szerkesztő úr, hogy a mi egyetemeink is bekerülhetnének az első 50-be? Hát, hogyha nem a betonra költenénk, hanem az oktatók továbbképzésére. Meg a megfizetésére, bocsánat. Kedves nézőim, mint látták, föl akartam találni a spanyol viaszt és az LMP országgyűlési képviselőjét. Azt hittem, egyszerűbb lesz meggyőzni arról, hogy nem az ideológiai fontos jelen pillanatban, hanem minek utána a kapitalizmusban élünk, és ha valakinek pénze van, és nem rossz híreket hoz hozzánk, és nem olyasmire akarja tanítani utódainkat, amit mi nem szeretnénk, akkor jöjjön, építsen, és ami jónak találjuk, és beiratkozunk oda, és kifizetjük a tandíjat, akkor rajta. Annyit változtatok elképzeléseimen, hogy hívjuk meg az első 20 egyetemet,
a világlistáról, adjuk nekik lehetséges, hogy egy filiálét nyithatnak itt is, természetesen a saját költségükön. Mi meg, hogyha olyan étvágyunk lesz, akkor beiratkozunk, ha lesz rá elég pénzünk a tandíjat kifizetni. Ugyanakkor emlékeztetem önöket, kedves nézőink, hogy Magyarország bevételei között nem kevés az az összeg, amit a Magyarországon tanuló külföldi diákok kifizetnek, hisz az business standard alapon működik, azaz kereslet-kínálat. Sokan tanulnak itt fogorvosnak, orvosnak, mérnöknek, jogásznak az ország több nagy egyetemén, és nem csak a fővárosban. Erről mi a véleménye? Én azt gondolom, hogy erre nagyon büszkék lehetünk, és az előző gondolatomhoz térnék vissza, hogyha ezt a forrást, vagy ennek csak egy töredékét a felsőoktatásra fordította volna az elmúlt 10 évben a magyar kormány, akkor lett volna lehetősége a magyar egyetemeknek fejlesztésekre, az oktatás minőségének a javítására, és ez eredményezhetné azt, hogy szépen lépegetnek föl azon a bizonyos ranglistán, ami alapján ugye megítélik az egyetemeket. 500 milliárd forint, amit ugye az adófizetőink pénzéből akarnak kifizetni, csak azért, hogy ez a kínai egyetem ide jöjjön, azt gondolom, hogy bőséggel elég lehetne arra, hogy elinduljon az a folyamat, hogy feltőkésítjük. Képviselő úr, már egy olyan dologról beszél, amit ha én jól értem, azt mondta a Gulyás miniszter úr, hogy erről népszavazás lesz. Az én problémám ezzel az, hogy az országgyűlés előtt van az a törvény, ami a Fudan Egyetem megvalósításának az alapja, és ezt a törvénytervezetet még nem vonta vissza a magyar kormány. Tehát, minthogy a terveket, amire ugye hivatkozott Gulyás miniszter úr, meg lehet csinálni enélkül a törvény nélkül is, a népszavazást meg lehet csinálni enélkül a törvény nélkül is, és hogyha úgy dönt a népszavazás, hogy jöjjön az egyetem, tehát jöjjön a Fudan, akkor még mindig el lehet fogadni ezt a törvényt. Addig azt gondolom, hogy egyetlen egy felelős döntés történhet, ez egy hitelességi kérdés, hogy a magyar kormány a Fudanról szóló törvényjavaslatot visszavonja, és akkor hozza újra a országgyűlés elé, amikor megtörtént a népszavazás. Charlie Andalt, az LMP országgyűlési képviselőjét látták és hallották, akit már is engedünk vissza a parlamentbe, hogy időben nyomkodhassa a neki megfelelő gombokat. Köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm szépen.